Kevés volt a vendég, 2012 óta nem zárta ilyen nagy veszteséggel az évet a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Hatékony oktatás a tanulók számára nagyon kedvező lehetőségeket nyújt az idén bevezetett új szakképzési törvény. Mozgalmas évet zárt Nyírbogát, az általános iskola, az óvoda és a hűtőház is megújult, valamint új kerékpárutak épültek. A tavalyi látogatószám felét tudta fogadni idén a nyíregyházi fürdőkomplexum. A Kölcsey televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Ez 300 millió forint fölötti veszteséget jelent a Sóstó Gyógyfürdők ZRT számára. Jelentősen visszaesett a külföldi látogatók száma is. Idén 87 ezerrel kevesebben érkeztek Nyíregyházára. Jövőre csak a legszükségesebb javításokat és fejlesztéseket valósítják meg. A cél a munkavállalók megtartása. A koronavírus határozta meg a 2020-as évet a Sóstó Gyógyfürdők életében is. Március közepétől júniusig csak erősen korlátozottan üzemelt minden egység. Leghamarabb a tófürdő nyitott, de ez idő alatt a külföldi vendégek száma jelentősen visszaesett. A magyar kormányzati kommunikációhoz hasonlóan más országokban is a belföldi nyaralást preferálták. Ez a nyári szezonban volt érzékelhető a legerősebben. 2019-hez képest 2020-ban 87 ezerrel kevesebb külföldi vendéget fogadtunk, ami egy óriási nagy szám, és hát összességében az egész éve rányomta a bélyegét a pandémia. A második hullám ugye szintén érinti a társaságot, hiszen november közepétől szintén zárva vagyunk, úgyhogy a tavalyi, tehát a 2019-es 526 ezeres látogatószám, azt látjuk, hogy 246 ezer, tehát ez megfeleződött ez a látogatószám. Ugyanakkor nyilvánvalóan nagy humán erő példában munkavállalókkal foglalkozunk, igyekeztünk minden munkahelyet megőrizni. Ebben nagy segítségünkre volt tavasszal is a kormányzati intézkedések, ugye járulékmentességet biztosított a kormányzat, emellett ugye a bértámogatási rendszerbe is be tudtunk kerülni május hónapban. A második hullámban már a bérek 50%-át állja a kormány, amely hatalmas segítséget jelent ennek a szektornak is. A társaság likviditási gondjait ugyan enyhíti ez a támogatás, de összességében így is 300 millió forint fölötti veszteséget könyvel el idén a fürdő, hiszen az árbevétel jelentős csökkenése mellett a munkavállalók költségei jelen maradtak. Podlovics Roland úgy fogalmazott, a 2020-as év a túlélésről szólt. Emellett a svájcilag felújítására vonatkozó projekt haladt, de ott is maradt egy második ütemű fejlesztés, a konyha, a vendéglátóegység és a terasztérvár befejezésre. A társaság 2012 óta nem zárta mínusszal az évet. Ugye ezt túléljük és likvidet tudjunk maradni, 250 millió forint kölcsönt átmeneti likviditási problémát megoldandó kölcsön biztosított az önkormányzat számunkra, úgyhogy ilyen értelemben a likviditásunk biztosított. Munkavállalóink most pandémia második hullámában apró szépészeti beavatkozásokat, karbantartásokat csináltak, nem nagy összegben, nem a nagy anyagi így mellett az élményfürdőben, meg a Júlia fürdőegységeinkben. Lényegében egy elég borús évet hagyunk magunk mögött, és hát ugye a 2021-es év mégis az is egy komoly kihívásokat fog jelenteni, hiszen hát látható, hogy nyilván január hónapban már biztosan nem nyitunk meg. Január 11-ig kormányzati intézkedés miatt egyébként sem nyithatnánk, de nyilván egy ilyen rendszernek a beindításához azért van egy bő 10 napos feladat, vízmintáktól kezdve a rendszer beindításig. Tehát látható, hogyha 11-én zöld utat kapnak a fürdők Magyarországon a nyitás vonatkozásában, akkor a január hónap már biztosan kiesik. Az önerőből történő fejlesztéseket jövőre is háttérbe szorítják. Elsődleges a munkavállalók megtartása és a bérek kifizetése lesz. Bíznak az EU-s forrásokban is, a jelenlegi pandémiás helyzetben ezeket készítik elő, hogyha a kiírások megjelennek, minél hamarabb be tudják adni a pályázatokat. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum értékelése szerint egyelőre nagyon hatékonyan alkalmazható a nemrég bevezetett új szakképzési törvény. Bár a tanulók gyakorlati tanítását nagyban megnehezítették a korlátozások, az iskolák a digitális oktatásból is próbálják a legtöbbet kihozni. Rövidesen lezárul a 8-osok jelentkezési határideje, már csak néhány hét áll rendelkezésre a pályaválasztáshoz. Jelentős átalakulással indult el 2020-ban a szakképzés tanéve, amely az eddigi tapasztalatok alapján beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az új rendszer szerint a 9-es tanulók oktatása úgynevezett ágazati alapképzéssel kezdődik. Így a szakképző iskolákba járó első évesek egy, míg a technikumban tanulók 2 év után dönthetik el, pontosan milyen szakmából kívánnak nagyobb tudásra szert tenni.
Ez nagy segítség azoknak, akik az általános iskola utolsó évében még nem rendelkeznek konkrét, hosszú távú elképzeléssel. Tehát például, ha valaki tudja, hogy az építőipar felé menne el, de nem tudja, hogy köműves, burkoló, festő, tapétázó, vagy pedig az zárt szakma érdekli, akkor erre időt kap, megismerkedik valamennyi szakma alapjával, és aztán elég csak később választani neki. Ez az egyik nagyon fontos előny. A másik az, hogy most már mindenki, aki szakképzésben tanul, ösztöndíjba részesül, amíg az ágazati alapoktatásban van. Majd pedig, hogyha a duális képzés keretében egy vállalkozásnál teljesíti a gyakorlatot, akkor munkabérre lesz jogosult, ami tulajdonképpen akár anyagi függetlenséget is jelenthet a diákoknak, de legalábbis könnyebbé teszi a függetlenedést, vagy pedig egy vállalkozásnak az elindítását. Ami nagyon fontos, hogy a technikumi képzés az tulajdonképpen a mérnök képzés előszobája, és egyesíti a gimnázium, illetve a szakmatanulásnak az előnyeit. Ösztöndíjban pedig most már mindenki részesülhet 9. osztálytól. Ez szakképző iskolában jelenleg havonta 16 000 forintot, technikumban pedig mintegy 8 000 forintot jelent, utóbbi viszont a minimálbér változásának függvényében emelkedhet. Ahogy valamennyi középfokú iskolában, a szakképzésben is még legalább január 11-éig online oktatás zajlik. A miniszteri rendelet azonban lehetőséget ad kiscsoportos gyakorlati képzésekre is. Ahogy a főigazgató helyettes fogalmazott, ebben az időszakban az intézmények inkább az elméleti oktatásra helyezik a fő hangsúlyt. A digitális oktatáshoz nagy segítség volt például a HTTP alapítvány őszi felajánlása, melynek köszönhetően a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 100 tanulója kapott laptopot a digitális oktatáshoz. Pivonka Szilvia továbbá hangsúlyozta, január már a pályaválasztás időszaka, így izgalmas időszak előtt állnak a nyolcadikosok. Egy jó szakmával tudjuk, hogy most már jelentős előnyre lehet szert tenni. Egyrészt azért, mert nem kell elhelyezkedési nehézségtől tartania senkinek. Mi magunk is érzékeljük azt, hogy egy-egy szakemberre mennyi ideig kell várnunk, hogyha építkezünk, lakást felújítunk, vagy akár csak karbantartunk. Nagyon nagy a technikusok és a mesteremberek iránt is a kereslet. Aki magasabb szintű tudást szeretne, az mindenképpen a technikumot válassza, és ez azért is nagyon jó lehetőség a technikum, mert hogy 13. évfolyam sikeres zárásával egyszerre szerezhetnek a diákok érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Ezzel a technikusi oklevéllel az a cél, hogy akár középvezetőként is el tudnak helyezkedni, de akár a felső oktatásba is tovább tudnak menni. A tanulóknak, illetve szüleiknek január 23-áig kell eldönteniük a választott szakirányt és képzési formát, addig van lehetőség benyújtaniuk jelentkezésüket a kiválasztott középiskolákba. Érdemes tehát még szemlélődni az ajánlatok között. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum kínálatában jelenleg összesen 52 választható szakma szerepel. Bár az elmúlt hetekben arra nem kerülhetett sor, hogy az iskolák személyes nyílt napokat szervezzenek, a legtöbb intézmény internetes felületein betekintést engedett az oktatásba. A képzési kínálatról az érdeklődő nyolcadikosok a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint az Innovatív Képzés Támogató Központ weboldalán tájékozódhatnak. Több mint 1 milliárd forintból fejlődött 2020-ban Nyírbogát. Új tanteremmel bővült az általános iskola, új kültéri játékokat kapott az óvoda, és egy külterületi kerékpárút is elkészült. Utóbbi jövőre belterületen folytatódik. A beruházások területi és településfejlesztési operatív program által biztosított forrásokból és a Magyar Falu program segítségével valósultak meg. Nyírbogát azon települések egyike, amelyek minden lehetőséget megragadnak azok közül, amelyekkel a kormány támogatja a vidék fejlesztését. A település fejlődése 2020-ban is dinamikus volt, nem lehetett tapasztalni a koronavírus járvány okozta nehézségeket. A számos sikeres pályázat közül az egyik legnagyobb beruházása az általános iskola felújítása volt. A munkálatok még 2019-ben kezdődtek. Az intézmény közel 900 millió forintos Európai Uniós támogatásból kívülbelül megújult, és új természettudományi tanteremmel bővült, amely megalapozza a környékbeli gyerekek versenyképes oktatását. A Magyar Falu program 50 millió forintos támogatásából az óvodában is megvalósult a fűtéskorszerűsítés és a kültéri játékok cseréje. Két utunk újult meg Nyírbogáton. A belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében pályáztunk a Bocskai utca felújítására, és pályáztunk a Petőfi utca felújítására, stabilizálására.
mindkét pályázatonak nagyon örülnek a település lakói, hiszen az előző évek beruházásai, gondolok itt a szennyvízberuházásra, és sajnos az utaink elhasználódtak, kátyusak lettek, és ez a két útnak a felújítása elengedhetetlen volt a település életében. Szintén a Magyar Falu programnak köszönhető, hogy a település legforgalmasabb része, az Árpád utca járdája is megújult. Ezt saját forrással is kiegészítették, így egészen a vasútállomásig új járdán közlekedhetnek a lakók. Az előző években már megújult a temető ravatalozója, idén pedig az ezt körülvevő kerítést újították fel. Több mint 500 millió forintból megépült a Nyírbogát és Mária Pócs közötti kerékpárút is. Ezzel bekapcsolódtak abba a hálózatba, amely összeköti a Kegyhelyet Debrecennel. A polgármester kiemelte, a beruházás jelentősen növeli a két templomhoz zarándokló turisták biztonságát is. 2019-ben topos projektből a helyi termelői piac épült meg. Ennek folytatása volt idén a Petőfi utcai hűtőház rekonstrukciója, bővítése, de más fejlesztések is vannak még folyamatban. Ilyen folyamatban lévő beruházásunk a nappali szociális ellátásnak helyet biztosító épület beruházása, ami az idősek otthonának a helyrajzán vagy területén valósul meg. Ebben kap helyet a nappali idős otthoni ellátás, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyermekvédelem és a szociális étkezés is. Ezzel a beruházással is egy hiányt tudunk pótolni a településen, hiszen azt gondolom, hogy a szociális ellátásoknak a fontossága nagyon fontos, különösen napjainkban. A terület és település fejlesztési operatív program forrásából megkezdődött a belterületi kerékpárút kivitelezése is, amely a településen élők egyik régi vágya volt. Ezen a Nyírgelse és a Nyírbátor felé vezető út lesz összekapcsolva. A 600 millió forintos beruházás a biztonságos kerékpározás mellett az egészséges életmódra nevelést is szolgálja. Óvoda, út és a szabad strand felújítása is megvalósult idén Tiszadobon, a helyiek életminőségének javulását bölcsődeépítéssel és külterületi utak fejlesztésével segítenék a következő évben. A település rendezettségéhez pedig egy karbantartó gép sor is hozzájárul. Noha több szempontból is más év volt 2020, mint a korábbiak, a koronavírus járvány Tiszadobon nem vetette vissza a munkálatokat, fejlesztéseket, és a korábban tervezett célok meg tudtak valósulni. Ezek részeként nagy kapacitású forróvíz előállító rendszert építettek be az üzemi konyhába az ehhez szükséges napkollektor rendszerrel. Felújították a település óvodáját, ahol szigeteltek, az összes nyílászárót kicserélték, és erre az épületre is került napkollektor. Turisztikai beruházásokból sem volt hiány Tiszadobon, felújították a helytörténeti gyűjtemény épületét, a szabadstrand területét pedig egy új kiszolgáló épület komplexummal bővítették. A strand fejlesztése jövőre tovább folytatódik. A tanyagodnagi szolgálatnak nyertünk egy mikrobuszt, ami szintén még az idei pályázatok közé tartozik. Az idei pályázatok közé tartozik, amit szintén sikerült befejezni, egy belterületi útpályázat, 30 millió forintot nyertünk erre, és ezt a belterületi utat fel is újítottuk ebben az évben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a település nagyság rendjéhez, lakosság számhoz képest ezek az eszközbővítések, ezek a felújításbővítések megfelelnek a település jövőképének. Ez utóbbiban pedig újabb tervek szerepelnek. Pár éve pályáztak egy település karbantartó rendszerre, amelyet végül az elmúlt hetekben nyertek el 15 millió forint értékben. A gépsor az Andrássy kastély környékének rendben tartását is szolgálhatja a jövőben. Van egy megnyert bölcsődepályázatunk, amit indítani szeretnénk ebbe az évbe, és gyakorlatilag szeretnénk megvalósítani. Van egy 108 millió forint értékű úgynevezett külterületi utcpályázatunk, aminek az indítása, ugye a operatív indítása, gyakorlatilag kivitelezési munkák átmennek a következő évre, és hát ezekkel a dolgainkkal gyarapodnánk 2021-ben. A gépjárműadó elvételét Tiszadob is megírezte, ahogy a járványügyi intézkedések is nyomot hagytak a nagyközség költségvetésén.
Különféle eszközök és a védekezés szolgáló anyagok beszerzésére 7,5-8 millió forintot költöttek, ezt részben az elmaradt rendezvényekre elkülönített forrásból oldották meg, de 4 millióval még így is meg kellett oldani az összeget. A polgármester beszámolt arról is, hogy jó szolgálatot tett az elmúlt hónapokban a település családsegítő szolgálata. Ezen keresztül segítették a helyi időseket a járvány közepette. Nem ritka, hogy 14-16 éves fiatalokhoz riasztják a mentőket szilveszterkor alkoholmérgezés tünetei miatt. Az év utolsó napjára megyénkben is plusz kocsikat állít szolgálatba az országos mentőszolgálat. Az évvégi ünnepi időszakban a túlzott alkoholfogyasztás miatt gyakran találkoznak életveszélyes esetekkel a mentők. Ezek elkerülésének érdekében a mértékletességen kívül fontos a gyomor telítettségi állapota is. A szakemberek azt javasolják, éhj gyomorra, ne fogyasszunk alkoholt, és italozás közben is együnk szilárd ételt, ami felszívja azt. Bár most a koronavírus miatt szilveszterkor is kijárási tilalom lesz érvényben, a mentők fokozottan készülnek, hiszen az alkohol szűk családi körben kismértékben is jelenthet veszélyt. Azt látjuk, hogy minden évben van sajnos a sürgősségi ellátás tekintetében túlzott alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségügyi probléma. Szomorúan figyelhetjük azt is meg, hogy gyakran fiatalkorúak is érintettek ebben a kérdésben. És még inkább problémás helyzet az, amikor ez az alkoholfogyasztás esetleg egyéb szerfogyasztásával együtt párosul, amely ugye jelentősen meg tudja változtatni ezen szereknek ugye az együttes hatását, időnként kiszámíthatatlan reakciókat váltva ki. Úgyhogy én itt most szeretném felhívni tényleg arra a figyelmet, hogy mértékletességgel, józansággal történjen ez az alkoholfogyasztás, hogyha társaságban, baráti környezetben észleljük azt, hogy valaki esetleg nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, vagy nem úgy hatott rá az az alkohol, ahogy ő számított rá, akkor ezeket a személyeket semmiképpen sem hagyjuk magára. Ilyenkor a központi segélyhívón a 112-n keresztül kell segítséget kérni és a mentőket hívni. Ha az ittas személy nem kommunikál, vagy mély álomszerű állapotba kerül, és nem, vagy csak nehezen ébreszthető fel, ezek a tünetek azt jelzik, hogy az illető percről percre komolyabb veszélyben van. Itt már a légúti védő reflexeknek a kiesésével, az esetleges hányadéknak a tüdőbe történő bekerülésével tényleg fulladás veszély helyzete alakulhat ki. Tehát az a beteg, aki járásképtelen, kontaktusképtelen, gyakorlatilag érdemi kontaktusba, reakcióba nem vonható, az már bizonyítottan, biztosan olyan mennyiségű alkoholt fogyasztott, amely már őrán nézve komoly veszélyt jelent. Az ilyen beteget, mint említettem, semmiképpen sem hagyjuk magára, ha lehet inkább fordítsuk az oldalára, pontosan a fulladás veszélyt csökkentendő, maradjunk mellette, takarjuk be, és hívjunk hozzá minél hamarabb segítséget. Ennek elmulasztása súlyos tüdőgyulladást okozhat, amelynek maradandó szövődményei is lehetnek. A fulladás önmagában is veszélyes állapot, az oxigénhiány hamar halálhoz vezethet. A legnagyobb kórházak toxikológiai osztályai naponta 5-10 beteget kezelnek etilalkoholmérgezéssel. Ez a laikusok számára annyit jelent, hogy az illető teljesen részegre issza magát. A bajnokság félidejében a tabella élén áll a nyírbátori férfi kézilabda csapat az MB2 északkeleti csoportjában. A Csapos János által irányított együttes 9 győzelem mellett egyszer szenvedett vereséget. A bátoriak célja továbbra is, hogy feljussanak az egycsoportos MB1B-be. Minimális változás történt nyáron a nyírbátori játékos keretben. Egyedül Páncél Zoltán érkezett a csapathoz, Kovács Ákos pedig külföldi munkavállalása miatt távozott. A bátor azzal a határozott céllal vágott neki a szezonnak, hogy megszerezze a bajnoki címet és feljusson a tervezett egycsoportos NB1B-be. Ilyen magasságokban még nem járt a város férfi kézilabda csapata. A koronavírus járvány azonban megnehezítette Csapos János és a játékosok dolgát. Új edzés helyszín után kellett nézniük a vezetőknek, végül Kisvárda, Fehérgyarmat és Hajdúnánás után levelek lett a végleges megoldás, a hazai meccseknek pedig a Máté Szalkai sportcsarnok adott otthont. A nyírbátor valamennyi mérkőzését le tudta játszani. 9 győzelem mellé becsúszott egy vereség, így a második Kazincbarcikát 4 ponttal megelőzve vezeti a tabellát, az NBSC TVP, Páncél Zoltán pedig a gólövő lista élén várja a folytatást. Ezt minden mérkőzésen tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag az ellenfeleink úgy jönnek a pályára, hogy nincs veszítenivalójuk.
mert jön a Nyírbátor. Hál' Istennek ezt, hogy így beszélnek rólunk, azért az jellemzi azt a csapat összetételt munkát, hogy esélyesnek tartanak bennünket. Az viszont, hogy duplázott energiával vetik magukat a küzdelembe, pontosan kijött azon az egyveriségen, amit Kisvárdán szenvedtünk el, ahol megjegyzem, a kisvárdai csapat nagyon szuperprodukciót nyújtott, nagyon jól játszott, többszörösen erővel vetette magát a küzdelembe, és az lett az eredménye, hogy a fél időben ugyan még vezettünk, de a mérkőzés végén sajnos már ők vezettek, nyerték meg a mérkőzést, amihez most is gratulálok. Az egyesület több utánpótlás korosztályban is indított csapatot, és ősszel az edzés lehetőségek szűkössége ellenére is valamennyi meccsen pályára tudtak lépni a fiatalok. Sikerült elérnünk ugye 4 éves munka után, hiszen ebben a felállásban a 4. szezont kezdtük el. Sikerült elérni a nulláról, hogy utánpótláskorban 8 évesekkel, 9 évesekkel, 11 évesekkel, 13 évesekkel csapatokkal rendelkezünk. Ezek a csapatok a Nyírbátori gimnáziumban edzenek, ahol vagy gyakorlatilag ezek a tanulók járnak. Ez tulajdonképpen nagyon jól dolog, hiszen ugyanazok a pedagógusok készítik föl, tehát itt nincs olyan gond, mint ami jellemzi a serdülő, illetve az ifjúsági csapatunk felkészülését, ahol már több iskolából, illetve hát csarnok nélkül készülünk. Nagyon sokáig a Nyírbátori, amíg szabadban lehetett edzeni, a Nyírbátori Városi Sporttelepen edzett a serdülés az ifjúsági csapatunk, ahogy az idő egy kicsit elkomorult, úgy a Nyírbátori Sporttelepen van egy ponyvával fedett műfűves futszálpálya, azért ez mégsem kézilabdapálya, oda szorultunk be. Visszatérve a felnőtt csapathoz, Szűcs Balázsék január 5-én Máté Szalkán kezdik el a felkészülést. A bajnokság február közepén folytatódik, az első tavaszi fordulóban a második Kazincbarcika látogat az Éllovas Nyírbátorhoz. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Több mint 300 millió forintos veszteséggel zárta az évet a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Jelentősen visszaesett a külföldi látogatók száma is, idén 87 ezerrel kevesebben érkeztek a nyíregyházi fürdőkomplexumba. Jövőre csak a legszükségesebb javításokat és fejlesztéseket valósítják meg. A cél a munkavállalók megtartása. Az idén bevezetett szakképzési törvény több lehetőséget biztosít a tanulók számára a megfelelő szakmaválasztáshoz, mondta el a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szakmai főigazgató helyettese. Hozzátette, bár a tanulók gyakorlati tanítását nagyban megnehezítették a korlátozások, az iskolák a digitális oktatásból is próbálják a legtöbbet kihozni. Rövidesen lezárul a 8-osok jelentkezési határideje, már csak néhány hét áll rendelkezésre a pályaválasztáshoz. Új természettudományi tanteremmel bővült a Nyírbogáti Általános Iskola, korszerűsítették az óvoda fűtési rendszerét, és megépült a Nyírbogát és Máriapócs közötti kerékpárút is. Csak néhány fontos beruházás, amely idén megvalósult a településen. A terület és település fejlesztési operatív program, valamint a Magyar Falu program összesen több mint 1 milliárd forint támogatást biztosított ezekre a fejlesztésekre. December 31-én csütörtökön a Kölcsey Televízió híradóját látták, amellyel holnap este, azaz 2021-ben is várjuk majd legközelebb Önöket. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra a hétközben elhangzott tudósításokért. Én mára megköszönöm a figyelmüket. A Kölcsey Televízió minden munkatársa nevében boldog új évet kívánok, viszontlátásra!